Sziasztok! Régen volt már esti arcápolási rutinos videó, úgyhogy most ez következik, vagyis megmutatom nektek, hogy én milyen arcápolási termékeket használok, illetve hogy miért szeretem őket. Az esti arcápolási rutinomat nem meglepő módon a smink eltávolításával kezdem. Itt az ajkaimon egy tartós ajakrúzs volt, amit én mindig kétfázisú smink lemosóval tisztítok le. Most ezt a Garnier Essential Sensitive 2:1 nyugtató sminklemosót használom, és nagyon szeretem, mert gyengéden, de mégis hatékonyan távolítja el a tartós és vízálló sminkeket. Az arcom többi részéről a Garnier érzékeny bőrre való micellás vízzel mosom le a sminket. Én ezt már nagyon régóta használom és nagyon szeretem. Szerintem árérték arányban egy szuper micellás víz, mert gyengéden tisztítja a bőrömet, de nem szárít, nem irritál és nem hagy semmilyen fura érzést maga után a bőrömön. Következő lépésként megtisztítom a bőrömet a Foreo Luna 2 arctisztító készülékkel. Nem, ez nem egy szponzorált videó, én ezt körülbelül 1-2 éve kaptam, és még mindig nagyon szeretem. Általában valamilyen arctisztító zselével használom, itt most éppen a Clinique micellás arctisztító zselével, amit felviszek a nedves arcbőrre, majd a Foreo Luna 2-t is bevizezem, és indulhat az arctisztítás. A Luna 2-t heti egyszer használom, egyébként pedig a L'Oréal Sugar Scrub kakaóvajas arcadírral radírozom át a bőrömet heti 1-2 alkalommal. Ezután a The Body Shop British Rose hidratáló tonikot használom, ennek ilyen nagyon érdekes zselés állaga van, ráadásul rózsaszírom darabkák úszkálnak benne, és isteni finom, igazi rózsa illata van. Ha úgy érzed, akkor le is öblítheted utána a bőrödet, de én nem szoktam, mert nem hagy semmilyen ragacsos érzést maga után, viszont kellemesen nyugtatja és tonizálja a bőrt. Ezután jöhet a L'Occitane Immortelle Night Reset szérum, amiből 2 pumpányit nyomok a tenyerembe, majd finoman beletapogatom a bőrömbe. Ez a szérum nagyon gyorsan felszívódik és azonnal hidratál, reggelre pedig sokkal teltebb és ragyogóbb lesz tőle a bőröm. A szérum után jöhet a hidratáló, ami szintén egy L'Occitane termék, mégpedig az Aqua Retiné hidratáló krém. Ennek nagyon könnyű textúrája van, és szinte azonnal beszívja a bőröm. Remekül hidratál, de szerintem, ha beköszönt az igazi ősz, illetve tél, akkor le kell majd cserélnem valamilyen gazdagabb hidratálókrémre, de mivel eddig még nem volt olyan nagyon hideg, így elég volt a bőrömnek. Természetesen a szemkörnyékápoló sem maradhat el, egy ideje az Eucerin Hyaluron Filler ráncfeltöltő szemránckrémet használom, és nagyon meglepődtem, hogy mennyire szuper, ugyanis ennek látható hatása van, mert tényleg kevésbé látványosak a szem alatti finom ráncaim, és valahogy teltebb a szemkörnyéki bőröm, úgyhogy nekem nagyon bejött. Végül jöhet az ajakápoló, most a The Body Shop Kender magolajos ajakápolót használom, mert borzasztóan szárazak az ajkaim, pedig még nincs is olyan nagyon hideg. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, és nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!